Szorosan egymás mellett sültek a pisztrángok a győrzámai falunapon, a Pannon Víz ZRT legutóbbi főzőnapján pedig halászlérotyogott a Bográcsban. A győri halkedvelő közönség most hétvégén hasonló kulináris élményekben részesülhet, hiszen idén először rendezik meg a győri halnapokat a Radó-szigeten. Elég régóta fontolgattam ezt az ötletet, és barátokkal, ismerősökkel, nyilván a szakmában dolgozókkal is beszélgettünk róla, hogy itt vagyunk a folyók városában, és nincs egy igazi halrendezvényünk, holott tele vagyunk olyan éttermekkel, ahol halételeket szolgálnak fel, és mondhatjuk, hogy elég régóta, hiszen egy Kovalter, egy matróz olyan régóta van már a palettán, hogy szerintem megérdemli Győr városa is, hogy legyen egy olyan színvonalas halas rendezvénye, ahol a hal gasztronómiával tudunk kicsit foglalkozni. Így született az ötlet, aztán jött a megvalósítás, és végül is partnerre találtunk az önkormányzatban is, úgyhogy így kerültünk a Radó-szigetre, és remélhetőleg innentől kezdve most már évről évre meg tudjuk majd rendezni a halnapokat Győrben. Nagy a sürgésforgás a Baross utcán található szegedi halászcsárda konyháján. Ők is gőzerővel készülnek október 9-10-ére, ahol a hagyományos halászlé mellett egy séta közben is fogyasztható haltepertővel várják a gasztronómia szerelmeseit. Nekünk az nem baj, ha egy kicsit hűvös van, csak az eső ne essen. Ugye a forró halászlé az abszolút mindenkit fölmelegít, és itt már el is árultam, hogy nyilván a szegedi halászlével készülünk, és itt ami érdekesség lehet az, hogy elhozzuk a legkisebb bográcsunkat, amit fel fogunk állítani a Radó-szigeten. Ez 1500 literes, ez a legkisebb bográcsunk, amit már akik azért ismernek bennünket valamennyire, az mindig a Baross úton van fölállítva decemberben, egész hónapban, és december 24-én alá is van gyújtva, és abba szoktuk a szentölt halászlevet osztani. Na most ezt a bográcsunkat hozzuk ide a Radó-szigetre, illetve kis bográcsokban mellette fogunk még sütni egészben süllőt és haltepertőt. A haltepertőt azt most különleges formában szeretnénk értékesíteni, mert ugye nem a hagyományos módon, hogy tányér, késvilla, hanem ilyen sétálós formában találtuk ezt ki. Az üzletvezető célja, hogy a szegedi 7,6 kg per fős halfogyasztást elérje Győr is. Halburger, harcsa, paprikás, sushi, de harcsa csinta is készül majd a rendezvényen. Emellett a kultúrát kedvelők sem maradnak szórakozás nélkül. A zenepavilont térzenének rendezik be, ahol fellépnek többek között a Star Machine, Michel Mirtil, valamint a Nemzeti Színház művésze is. Olasz érzések és sugallatok című zenés műsoromat láthatja a közönség vasárnap 4 órakor. Pár évvel ezelőtt pont a vírus helyzet előtt itt Érzések és sugallatok című CD-m, hangos könyvkiadványom jelenhetett meg a győri könyvszalonon. Kerecsényi Éva verseit mondtam CD-re, ismert világslágerekkel passzítva, és hát Tamás, Tömbő Tamás a szervező nagyon szereti ezt a kiadványt, és hát így érkezett a felkérés, a megkeresés. És hát, hogy egy picikét aktualizáljuk, egy picikét azért a vizek felé vigyük, ha nem is a hazai vizek, de nyissunk egy kicsit a külföldi vizek felé, és így jött ez az olasz életérzés, ami hát nem áll távol tőlem, aki ismer, azt tudja, hogy nagy rajongója vagyok ennek a kultúrának. És hát ezt az albumot, ebből láthat a közönség egy kis ízelítőt, illetve hát ezt kiegészítjük nagy olasz slágerekkel. A műsor első felébe például az Ószólemi jó, a Caruso fog felcsendülni, a műsor második felébe pedig hát ismert nagy olasz táncdal fesztivál slágerek tarkítják majd, mint például a Volare, Quando Quando, Kessara, Felicita. A programok szombat és vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődnek gyermekműsorokkal, és este 9-10 óráig tartanak. Az első győri halnapok védettségi igazolvány nélkül látogatható.